Köszöntöm a kedves tévénézőket az Unreal Tournament 4 prealfa verziójának kisebb-nagyobb bepillantásán. Hát amúgy ez egy túravezetés is lehetne, mert az elejétől a végig felvettem a kört. És mint látható, ez az Outpost 23 nevű map, ami már kb. Majdnem, hogy végleges textúrát kapott, és hát úgy gondoltam, hogy ki is próbálom itt a játékot. Mit tudok alkotni? Hát már rég játszottam FPS-el, már manapság a Hearthstone világában kalandozom, az pedig nem ennyire adrenalinnal fűtött. De meglepően tapasztaltam, hogy az öreg csaszi nem bén csaszi, de majd meg úgyis látni fogjátok. Hú, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Ja, tényleg az előző adásban még nem említettem, hogy az utóbbi egy hónapban nem nagyon töltöttem fel videót. Ennek több oka is volt. Az első oka az, hogy bepusztult a Windowsom, ami nem is csoda, mert 2009 óta nem telepítettem föl, és azóta hardvert is cseréltem, vagy egy-két hardvert is cseréltem a gépben, akkor fogalmazzunk így. De munkahelyben egy pár mérnök sokkot kapott, mikor meghallott ezt az információt, de hát na, hát idáig tökéletesen működött. A Shadow Warrior-os túravezetés, vagy túravezetés, a Shadow Warrior végjátszással majd egy kicsit még azért várnotok kell, mert tekintve, hogy újra kellett telepítenem a Windows, így az elmentéseim is game over, meg bekresselt a játék, szóval az is így összeomlott magától. Úgyhogy már időszerű volt, hogy újra rakjak mindent, úgyhogy ez volt most az a kis késlekedés. De nézzétek el nekem, hát én is csak humanoid ember vagyok. Hú, és ez az ember az nagyon akar ellenem küzdeni, de sajnos pisztolyal sikerült lenyomnom, úgyhogy hát ez idáig az egy rendkívül sikeres projekt volt. Úristen, de hát na, idáig bírtam. Kicsit elfogtam ettől a kalandozástól, ezen nagyon erős infantri vonalat erőlteti ez az Unreal Tournament, de hát tudtuk mi ezt nagyon jól. Ugyanolyan, mint a régi, csak sokkal szebb. De maga a fizika, a fegyverzet és az egyéb ilyen összetevők, azok semmit nem változtak, úgyhogy kellemesen fog szórakozni. Aki a régi Unreal Tournament-tel jól érezte magát, ez a mostani is jól fogja, hát ezt biztosan állíthatom. És hát én is azért elég jól tudom magam érezni, néha napján. Hát, főleg ilyen nehéz melós nap után feszültség levezetésnek így el is. Úristen, ezért mik vannak itt? Nem mindig tudom követni, hogy ki hol van és mi merre hány méter, de úgy vettem észre, hogy ők sem nagyon találják még magukat a játékon belül, úgyhogy hála az égnek még azért úgy, ahogy magamnál tudom tartani az előnyt. Ez a blackjack-es sem tanul semmiből, ha. Na! Azt mondja, megint kéne keresni egy újabb áldozatot, és úristen, ott van még egy! Fáldoz, sikerült ezt is megölni! Ó, és megint itt van egy fickó! Ó, hanyan vannak ezek? Ó, azt hittem, olyan is mondta, hogy free kill, de nem. Régebben sem mondott? Lehet, hogy nem. Hát ez a mai játékkal játszottam, hogy magam sem tudom, hogy némelyik hang mikor mit mond. Úristen! Na, azt is sikerült elintézni, és még itt megtalálható egy pár úriemberke. Hajjál meg! Ennyi, én fogok meghalni, az a legnagyobb problémám. Oh, ott is van valami. Hát meghalt, jó van. Fel kéne tölteni az életerőmet, mert az 5% healt, ami van, az valami kevés. Na, azért sikerült. Ők nem nagyon szokták úgy megjegyezni, hogy a healt része hol van a pályán, ez egy öreg hiba. Lehet, hogy ezért is tudok most úgy kicsit föléjük kerekedni, mert így én szoktam az ilyeneket használni, ha már lerakták a pályára, akkor miért is, ne? Jó, nem a mai generáció még nem, vagy nem igazán akarja ezt úgy figyelembe venni. Ez nem sikerült ezt is elintézni, jó, van. Ezt is elintéztük, jó, na. Hát, hajj meg! Hányat kell beléd lenni, te jó Isten! Na, azt mondja, ez is megvolt idáig. Na, ezt megint sikerült megölni. Hát, nagyon adja most a gép, pedig nem gondoltam volna, hogy ennyire fog ez menni. Ez is megvan. Ez is megvan. Még kéne egy kevés áldozat. Nem, mintha nem lett volna elég. Ez az! Rampage vagyok! Jó, vagy gyerekek, gyertek csak! Hát ezt én öltem? Nem én öltem, ez magát ölte meg. Jó, hát így is lehet alkotni. Nem tudom magam visszatölteni, pedig kéne az életerő. Jaj, édes Istenem! Hát rendkívül jó ez az Unreal Tournament 4. Lehet, hogy majd belenézek a engine-jébe, és nem mit olyan sok közöm lenne hozzá, nézgetek, nem fogok játékot fejleszteni, csak úgy kíváncsiságképpen megnézem, hogy az hogy néz ki, és mit tud meg ilyenek. Mármint, ha meg tudom nézni, az mit keresett? Érdekes.
21-9! Nem gondoltam volna, hogy ennyire fog menni. Jaj. Az a gáz, a biofegyverrel semennyire se tudok rendesen lőni. Hát ez tipikusan az a fegyver, ami ne, hát csak úgy van. Legalábbis én azzal nem tudtam még akkor soha büdös életbe. Annál is inkább, mert ívesen nyomja ki ezeket a golyókat magából. Hát jó, hogyha eltalálod a gyereket, rátapad, de nem sebez annyit, hogy az egy izé lövéssel megölje, csak hogy ez a nagy izével találod le. Hát mi a túrót csinál az ott? Na, ez is, hát milyen fura, ezért be vannak ragadva, vagy mi van ezzel? De most én ölt, nem én öltem meg, viszont ő megölt engem, nagyon jó. Aj, halljál meg! Hát se én öltem meg? Mi a való? Na jó, próbáljunk megint egy kis életerőt magunkhoz venni. De nem tudom, szerintem nem rég vették fel. Ó, és már megint ott jön egy csóka. Egy véget, jó, hála énnek, ez már le volt sebezve. Na. Azt mondja, itt van még egy fickó. Halljál meg! Ó, sőt, ketten vannak. Na hát ebből érdekes lesz kászálódni. Hát egyet tudtam végezni. Jó, hát mondjuk egy döntetlen. Ó, mögöttem. Vagy alattam. Ó, meg hála énnek, hogy azok egymást így zavarják. És szerencsére most én voltam olyan pozícióban, hogy nekem adta a játék. Hát ez meg mitől robban szép. Uff. Úgy nyüzsögnek itt a csávókák, mint egy nyüzsgő mékas. Mennyi van még a játékban? Most kezdek kicsit elfáradni. Azért 10 perces egy körú shots per köbö. De szerintem ez bőven elég is deathmatchben, mert azért a hosszabb koncentráció, hát az engem egy kicsit már megvisel. Jó, persze a fiatalabb korosztályát gond nélkül megbirkózik ezzel. Ott van kint az úriember, elmenekült, de az a baj, hogy itt most RPG van nálam, ez meg nem pont a nyílt terepek lenne kitalálva. Inkább a kis szűk terekbe tudok ezzel jól operálni. Hát meg most már 12 HP-m, úgyhogy inkább visszavonulót fogyok, azt megpróbálom magam meggyógyítani, hogy legalábbis eljutok odáig. Úristen, mennyien vannak itt? Na hát nem jutottam el odáig. Átok! Na de! Kéne valami fegyver, ha jó töltét vettem föl, de hát ez még valami kevés. Fegyvert? Fegyvert ide a népnek! Fegyver, ott van, az jó. Ó, már megint a biofegyver, ó, makkai meg. Na ott van egy illető úriember. Meg tudom ölni vajon? És kétszer is eltaláltam, pedig már beződült. Lehet, hogy rossz vizet hívott vagy azért. Na, végre. Azt mondja. Na, igen. Így már vaj, így sokkal jobb, hogyha már megfelelő fegyver van a megfelelő ember kezébe. Na, azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!